Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Jurásik Balázs, hello! Szia. Hello, 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 nagy szeretettel. Köszöntök minden kedves hallgatót. A rendszeres presszó hallgatók, retro hallgatók tudják, hogy annak idején, amikor elindult ez a műsor, akkor elindult benne egy sorozat, amikor is én bemutatom a kollégáimat, vagy elbeszélgetek a kollégáimmal. Nem kell őket bemutatni, mert a hallgatók jelentős részüket nagyon ismeri, de te valahogy ebből a szórásból kimaradtál. És én már vártam ezt a pillanatot, hogy mi egymással szembe leüljünk, és egy kicsit jobban megismerkedjünk. Ismerem a neved, tudom a munkásságodat, tudom, hogy mióta rádiózol, de azt gondolom, hogy mégsem ismerlek téged. Mit gondolsz te, hogy a hallgató ismer téged az alapján, amit te itt a rádióban adsz magadból? Nem feltétlenül ismer, nyilván valamennyi fogalma lehet arról, hogy én nagyjából milyen srác vagyok, de... Nem biztos, hogy egy beszélgetés műsorban sokkal jobban átjön az, hogy kinek milyen a világlátása, kinek milyen a hozzáállása a dolgokhoz. Egy délutáni laza műsorban például, amiket én itt prezentálok, teszem azt hétvégenként, vagy mondjuk egy kívánságműsorban, ott kevesebbet tudsz átadni, nyilván valamennyit át tudsz adni a személyiségedből, de talán egy kicsit kevesebbet, igen. Úgyhogy köszönöm, hogy meghívtál. De egyébként van benned igény erre, hogy kicsit többet adj magadból, akár egy felkonfban, hogy elmondd, hogy igen, ezt a dalt jobban kedvelem valamiért, mint az összes többit. Ezt el lehet mondani, ez szerintem egyáltalán nem titok, hogy kinek merre húz a szíve, akár zeneileg, akár más aspektusokból. Nem feltétlenül muszáj minden egyes megszólalásodban, ha már rádióról beszélgetünk, nem muszáj minden megszólalásodban saját magadat kidomborítani, meg előtérbe helyezni, mert én nem gondolom, hogy a hallgató folyamatosan rád kíváncsi. Egy zenés műsort nem igazán azért hallgat a kedves hallgató, hogy téged halljon, hanem a zenéket szeretné. Igazából most ez tök jó, hogy szakmailag elmondtad, hogy mi egy rádiós feladata, de én arra lennék kíváncsi, hogy mennyire vagy te exhibicionista, tehát mennyire szereted magad mutogatni. Ennyire nem. Ennyire nem, valamennyire igen. Természetesen, ha valaki zenél, színpadon áll, vállal ilyen feladatot, minimális exhibicionizmus nélkül rádiós sem lehet szerintem. Nyilván vannak olyanok, akik vonzódnak bizonyos szakmák felé, csak hát nincs meg bennük mondjuk az a fajta égből kapott, sorstól kapott, Istentől kapott, nem tudom, örökölt tehetség vagy adottság. Szerintem az exhibicionizmus egyfajta adottság. Ezek szerint akkor ez neked megvan. Mert hogy nem fáj az, hogy mutogatni kell magad. Most mondok egy példát, csak hogy értsd meg, a hallgatók is értsék. Vannak színészek, akik azt mondják, hogy ők nem szeretnek szerepelni akkor, amikor nem színpadon vannak. Bárkinek a bőrébe szívesen belebújnak, bármilyen szerepet eljátszanak, de ha beszélni kell saját magukról, akkor azt nem szeretik és nem is vállalják. És sokszor nem is tudják. Igen. Tehát találkoztunk már olyannal, hogy aki színpadon zseniális, de ha egy kötetlen beszélgetésről van szó, akkor... Bezárkózik, hát ugye, és igen, nem. Elfogy, igen, 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 igen. Ez nálam azért nem így van. Jurásik Balázs kollégámmal beszélgetek. Vannak kérdések, amiket nem tudok kihagyni. Ha olyat kérdezek, amiről azt gondolod, hogy nem akarsz beszélni, akkor mondod, hogy skip, vagy next, vagy kérem a következő kérdést, hogy ezt ne kérdezd meg. Miért van mindig kendő a fejeden? Mert azt a hallgató is tudja, mert látja a Retro Facebook oldalán kitett fotókról, hogy neked mindig kendő van a fejeden. Kérlek szépen, ez hát nem is tudom, mikor kezdett így alakulni. Ezt akkor kezdtem hordani, már mondjuk korábban is hordtam, de akkor kezdtem hordani, amikor ugye nem titok, hogy mi sokáig rockzenéltünk a barátaimmal, és a színpadon a frontember az valahogy ki kell nézzen, vagy valahogy ki kell nézzen. Amíg megvolt a derékigérő platina szőke rőzse, addig ez nem kérdés, hogy hogy állsz ki a színpadra. Azt, amikor ez lekerült. De hogy levágattad, vagy kihullott magától? Hát azt ugye kezdtem úgy kinézni, mint a 80-as évek végén, nem akarok senkit megsérteni szakmailag, de ugye emlékszünk azokra a klasszikus buszsofőrökre, akiknek már nem nagyon volt, de a cof még megvolt. Nálunk legalábbis jó néhány. Hát igen, mert a lényeg a hosszú haj. Most az mindegy, hogy a feje tetejéről nő, vagy csak a nyakad tövéből. De itt azért megoszlanak a vélemények, Csabi. Tehát, hogy így... Buszsofőrnek, és most tényleg nem bántjuk a buszsofőrnek. Nem, elmegy, de tényleg a színpadon nem mutat annyira jól. Nem, nagyon rosszul mutat, különösen, ha már a második nótánál megizzadsz.
És ez téged zavart, vagy a közönséget zavarta, hogy, hogy neked már jóval kevesebb hajad van? Engem zavart alapvetően. Én úgy gondoltam, hogy a családban mindenki ilyen korán kopaszodós a férfiak közül. Egy ideig úgy gondoltam, hogy na, én leszek a kivétel, aztán ez így nem így történt, és amikor már úgy láttam, hogy ez tarthatatlan, akkor jött a borotva. És akkor gondoltam úgy, hogy hát valamiféle, nem tudom, valahogy azért mégiscsak ki kell nézni, és akkor jött ez a kendős dolog, aztán így maradt. És akkor ezt a kendőt soha nem veszed le? Jó, gondolom, hogy otthon igen, meg zuhanzásnál rajta, nincs rajtad. De hogy bármikor elindulsz otthonról, kilépsz a házból, akkor kendőt húzol? Tehát ennélkül nem láthatunk téged soha? Dehogy nem. Ha a kisboltban megyek, akkor nem feltétlenül van ez a fejemen, akkor lehet, hogy csak egy panama kalapot teszek fel. Nem, nyilván. De valamivel feded a fejed ezek szerint mindig? Nyáron mindig, mert ugye... Ne égjen le a kopasz. Leég a fejem. Amúgy meg tavasszal nem, tehát ez nem egy ilyen kötelező, nem is tudom, mit mondjak erre, rossz szokás, vagy nem tudom mi. Nem, ezt így állítottam be magamnak, és ez az outfitem úgymond kifelé. És a kendő alatt akkor semmi nincs, tehát kopasz borotva. Vagy. És hány naponta kell borotválni, tehát mennyire hullott ki a hajat, ha most meg akarnád növeszteni, menne? Menne hátul. De már nincs rá igényed. Már nincs. Szoktam néha ezzel álmodni. Hogy hosszú hajad van? Hogy visszanőtt, aha. És az jó álom? Vagy rémálom? Jó, ma nem, az jó. Mennyit nem, kell szárítani most, nem tudom. Én ezt imádtam. Aha. Tehát, hogy ezzel nekem semmi. Hány éves korodig volt hosszú hajad? Hát ilyen 30. És most vagy 32, aha, ugye? Aha. Igen. Mennyi vagy? 44. Hány kendőd van? Mert én azt látom, hogy a szivárvány minden színét a fejedre teszed. Tucatjával van. Tehát múltkor rendeltem egy ilyen 24-es pakkot magamnak. Ezek elkopnak, tudod, egy idő után, és aztán így váltogatni kell, hogy ne legyen olyan tróger kinézete. És van szereplős kendőd, van otthoni kendőd, van boltba járós kendőd, nem tudom, kapálós, fűnyíros kendőd, gyerekekkel játszós kendőd. Kapálós, fűnyíros van, az van, melós cuccaim vannak, de azt általában úgy szoktam hordani, hogy a fejemre terítem, tudod, mint a légiósok, a lelógós sapkát, és akkor arra teszek egy baseball sapkát, ezáltal a nyakamat védem még a nap ellen. Hát így az outfitről ennyit. Igen. Ha gondolod, a ruházatodról is beszélhetünk, de szerintem ez nagyon meghatározza a te fizimiskádat, hogy mindig kendő van a fejeden. Lehet, hogy ennél nem már meg sem ismernénk, ha itt belépnél. Az is lehet. Hogy kit keresel és kihez jöttél. Az is lehet, de szerintem ez nem baj. Hogyha az ember így felismerhető viszonylag gyorsan. Illetve ha leveszi, akkor nem ismerhetünk fel, és ennek is megvannak az előnyei. Így van, így van. Jurásik Balázsral beszélgettünk, és folytatjuk nem sokára itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban. Jurásik Balázs kollégám a vendégem. Kicsit jobban ismerkedünk veled, mint amennyire mondjuk a konfokból kiderül, amikor te hétvégente, vagy akár hétköznap, amikor valakit helyettesítesz, műsort vezetsz. Bár azt gondolom, hogy a közönség egy jelentős része téged ismerhet, hiszen zenészként, hát mondjuk azt, hogy egy jelentős szintet értetek el zenekaroddal, tehát hogy országos ismertségre tettetek szert. A zenekarod neve az volt, hogy Demon Lord, bár nem biztos, hogy a múltbéli megfogalmazás az helyes, mert a zenekar most jelenleg nem működik, bár sosem oszlott fel, amennyire tudom. Nem oszlottunk fel, hanem hát így három éve, vagy lehet, hogy van az már négy is. Akkor lejátszottuk az utolsó bulinkat, és... De azt tudtátok akkor, hogy utolsó buli lesz? Hát, hogy előtte tudtuk, vagy nem, arra nem emlékszem, őszintén megmondom. Szerintem utána döntöttünk úgy, hogy akkor most köszönjük szépen, egyelőre ennyi elég. De mi alapján döntöttetek így? Kevés volt a közönség, nem éreztétek jól magatokat, már nem ment, hogy... Sokáig csináltuk ezt, tehát közel 20 évig. És azért 20 év alatt sok minden változik az ember életében. Egyrészt távol voltunk mindig is egymástól, mármint fizikailag. Ja, értem. Tehát Mosonmagyaróvári dobos, győri gitáros, a másik kettő Budapesten, szóval nagyon nehéz volt ezeket összeegyeztetni egy idő után, különösen akkor, amikor már a tagok nem egyetemre jártak, meg nem ilyen nagyon kötetlen, lekény ember életforma volt, mondjuk így, ugye család, stb. Akkor ezt már tényleg nagyon nehéz összeegyeztetni, úgy pedig nem érdemes szerintem kiállni a színpadra, hogy nem tudod a maximumot nyújtani. Sosem éltetek csak ebből? Vagy volt olyan időszak, amikor meg lehetett élni abból, hogy ez a zenekar működött? Nem. Ilyen időszak sajnos nem volt. Volt, amikor nagyon jól gurult, és ez egy kellemes kis mellék
keresetnek is számított, de ez inkább mindig is egy olyan dolog volt. Hát nyilván álmodoztunk róla, hogy majd 2 év múlva a Wembley stadion következik, aztán nem. De nem jött össze soha. Nem, ez nagyon réteg muzsika volt. De ez a Wembley hibája, mert nem elfelejtettéteket meghívni, nem a ti hibátok. Hát akkor majd szólok. Ez egy viszonylag réteg muzsika, tehát amit mi csináltunk, az heavy metal, ráadásul itthon angol nyelven. Azért az mégsem az, ami nem is tudom, 10 000-eket mozgat meg. Igen, ez olyan, mintha direkt szembe mentetek volna azzal, mint amit itthon el lehet adni, de hát gondolom sosem volt az eladhatóság a cél. Képzeld, volt arra precedens, hogy még amikor ezt kezdtük a 90-es évek végén, és akkor mindenki járogatott, szerintem még most is vannak ilyen rockzenei tehetségkutatók, és mi nagyon sokra elmentünk, általában tök jó helyezéseket értünk el, és mindig egyet mondtak ott az ítészek, magyarul. És miért nem hallgattatok rájuk? Hát, hallgatsz te bárkire is, aki tanácsot ad neked 20 éves korodban, vagy 19 éves korodban? Nem. Nyilván nem, de amikor azt látod, hogy ez már 20-szorra jön szembe, és talán tudod is, mert nyitott szemmel jársz a világban, és látod, hogy azok, akik ugyanezt csinálják, csak magyarul nagyobb közönségnek játszhatnak. Picit más a megközelítés, mert hogy mi ezt a germán angol szász vonalú muzsikát csináltuk, aminek nem nagyon volt magyar megfelelője. Tehát most egy ilyen Halloween jellegű dolog, vagy ugye az Iron Maiden, vagy nem tudom, tehát nyilván vannak kiváló magyar heavy metal zenekarok, voltak is, lesznek is magyar nyelven. Mi ezt egyszerűen nem éreztük úgy, már az elején angolul kezdtük el dalokat írni, valamiért ez volt a koncepció, és könnyebbnek is éreztük az angolul történő dalírást, meg valahogy tökösebben szólt. Igen, mondják is egyébként, és főleg az énekesek, hogy könnyebb angolul énekelni, kötetlenebbül lehet, mint magyarul, a magyar nyelv sokkal kötöttebb, de mondjuk én nem tudom, hogy például szöveget írni könnyebb angolul, mint magyarul? Hát, ha tudsz angolul, akkor igen, nyilván a ritmizációja az egy picit könnyebb, tehát a magyar prozódia megerőszakolása az továbbra is jelen van itthon, és ugye van, amikor az embernek úgy bele sajdul a füle. Angolul is lehet rosszul, nyilván mi is elkövettünk néhány ilyen hibát, ettől függetlenül ezt mindig is otthonosabbnak éreztük, és volt egy olyan, amikor megfogadtuk egyszer ezt a tanácsot, ugye én több körös, több fordulós verseny volt, és mondták, hogy gyertek vissza a döntőre, de csináljátok meg a nótát magyarul. Megcsináltuk, frankon össze is próbáltuk, fölálltunk a színpadra, és egymásra néztünk, és így, nem. És még úgy megcsináltuk akkor, persze, nem is nyertünk. Látod, ennyi múlott. Nem feltétlenül, nem ezen múlott szerintem. Viszont, ha az ember angolul énekel, akkor ma már sokkal könnyebb eljutni a nagyvilágba, mert nincsenek vasfüggönyök, amik ezt akadályoznák. Így van, akkoriban is ez volt a cél, csak hát most gondolj bele, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején az internet mint olyan. Még akkor nem volt. Hát nem sok minden volt. Igen. Meg hát nem is értett hozzá az ember, meg kevesen volt. Globális szinten kevesen használták, ha használták is, nem arra, hogy zenéket osszanak meg. Tehát nem jutott el így a zene annyi emberhez, akkor ugye vásároltak még az emberek lemezeket, mi is vásároltunk, ha valamihez hozzájutottál, akkor egymás között csereberélted, hát neked nem kell mondanom, ebben nőttünk fel, meg másolgattuk a kazettákat, és akkor úgy gondoltuk, hogy ha valamivel, Ha itt nem csak itthon szeretnénk valamit muzsikálni, akkor nyilván egy magyar nyelvű zenekar külföldön nem fog kelleni. Jurásek Balázssal beszélgetünk, és az a tervem, hogy ma egy kicsit jobban megismerhetünk téged. Nyilván nagyon sokan hallgatják a műsoraidat, ismerik a nevet, szeretik a hangod, szeretik mindazt, amit mondasz, viszont talán a retro rádió hallgatói közül is kevesen tudják, hogy egy nagyon lelkes és sikeres heavy metal, power metal zenekarnak voltál az énekes basszusgitárosa, a Demon Lordnak, és mondtad, hogy angolul zenéltetek, de ugyanakkor gondolom bennetek megvolt a vágy, hogy sikeresek legyetek. Hát mi volt a cél? Tehát akkor, amikor elmész a próbára, akkor, amikor elkezdesz dalokat írni, vagy írod az újabb dalokat, akkor van valami cél a fejedben, hogy ezt majd hova juttatod el, és kinek juttatod el? Az elején szerintem nincs.
nem hiszem, hogy egy kezdőzenekarnál van egy ilyen cél. Hát ha van, akkor az a kezdőzenekar már nem kezdőzenekar. Egy kezdőzenekarnál mindig az a cél, hogy írjunk egy baromi jó nótát. Na de azt is azért, hogy nem tudom, felírjunk, vagy utolérjük a kedvenceinket, akiket hallgattunk gyerekkorunkban. Igen, de ezt nem gondolom, hogy ez alapvetően így megfogalmazódik. Tehát az elsődleges cél, hogy amit csinálsz, az legyen jó. Az legalább neked tetszen. Tehát a motivációban az nem volt benne, hogy sokakhoz eljusson, hanem hogy egyáltalán legyen jó. Persze, hogy benne van utólag, meg kicsit később, de amikor leülsz a szobába, és elkezdesz egy dalt összerakni, és rájössz, hogy ez jó, jól szól, meg frankó, akkor először a te karod lesz libabőrös. Ez az elsődleges. És aztán onnantól kezdve a vágysz arra, hogy ezt az érzést más is át tudja élni. Hát, hogy a fenébe, különben nem álltunk volna ki a színpadra sose. Na, és nektek megadatott, hogy nagyon sokáig nagy közönségnek viszonylag rendszeresen játszatok. Sőt, eljutottatok olyan helyekre is, ahol, ami szerintem Magyarországon egyedülálló, például az Iron Maiden előzenekara voltatok, játszottatok nagy fesztiválokon, ha nem is headlinerként, de azért mégiscsak olyan színpadokon, ahova tényleg nem minden magyar zenekar jut el. Hogy érzed így utólag, hogy helyeteken voltatok? Hát talán igen, talán nem. Lehetett volna egy kicsit többet is ebből kihozni. Ez rajtunk múlott szerintem elsősorban. De most visszakanyarodok. Azon múlt, hogy nem magyarul énekeltetek? Nem. Ez már nem azon múlt. Akkor mind? Ugye az idő előre haladtával, ahogy készítettünk lemezeket, játszottunk sokat, turnézgattunk erre-arra. Ahogy idősödtünk, tehát a prioritások kezdtek megváltozni. Amikor tolsz egy zenekart, nem tudom, 10 éven keresztül, és még mindig nincs meg a Wembley stadion, akkor azért lehet, hogy felmerül a fejedbe, hogy nem ez lesz az utad. Már, hogy nem ebből fogsz megélni. Nyilván idáig sem ebből. Ha meg racionálisan nézed, akkor oké, hogy a Wembley nem jött össze, de például a kis stadion megvolt. Megvolt, de nem saját jogon. Tehát azt azért tegyük hozzá, hogy senkinek nem saját jogon jut először a kis stadion, vagy bármelyik nagy színpad. Ez is igaz, de aztán ugye visszazökkensz a valóságba. Voltak itt az elmúlt 2 évtizedben voltak olyan időszakok, amikor a rockzene klub szinten nagyon jól ment, és volt, amikor meg a nevesebb zenekarok is folyamatosan csak szenvedtek. Tehát mondjuk esetleg Budapesten még megáll a lábán a produkció, mert elmennek, ha mondjuk nincs is teltház, de jó sokan vannak, mindenki elégedett a zenekar, a klub és a rajongók, mindenki mosolyog, de teszem azt, elmész egy kisebb városba, és ott már nem ez a helyzet. Tehát akkor megfogalmazódik benned, hogy érdemes volt? Vagy még jövő héten is csináljuk? Vagy kevesebbet játszunk inkább? Ezt most azért tegyük helyre, mert nagyon sokan gondolják azt, hogy ez anyagilag nem éri meg a zenekaroknak. Az egy dolog, hogy anyagilag sem éri meg, de nem az a cél, gondolom, hogy minden este degeszre tömjétek a zsebeteket, de hát azért például a hangszerekre, a hangszer kiegészítőkre, erősítőkre, dobverőkre, húrokra, nem tudom, azért költeni kell folyamatosan. Hát ez inkább befektetés, vagy inkább egy, szokták mondani a zenészek, hogy hát ez nem pénzkeresítői lehetőség, hanem egy költséges hobbi. Ugyanakkor nagyon sokaknak van költséges hobbija. Szerintem a horgászat, a vadászat, ha valaki autókat gyűjt, vagy itt van például, van egy kollégánk, az Erdős Lacika, ugye a Bocskorik mellett dolgozik. Ő például a ladákba szerelmes. Az szerintem egy költséges hobbi, és nem is biztos, hogy visszajön. A zenésznek legalább megvan az esélye, hogy egy-egy koncerten, vagy egy lemezeladásból visszajöjjön mindaz, amit ráköltött. Megvan az esélye, ugyanakkor tehát nem, itt nem a gázsi a lényeg, tehát sosem a gázsi volt a lényeg. Lehetsz te elégedetlen egy koncert után, úgyis ha elmész fix gázsira, akár egy... Tehát bármennyien vannak, megkapod a pénzt. Így van, elmész, megegyezel a jó emberrel, aztán ha ott lézeng mondjuk 15 ember, akkor hiába teszed el a pénzt, nem elégedett jön, nem. Hazafelé az igen. Úton, azt mondta, hogy gyerekek, ez aztán, ez jó volt. Hát ezt nem mondhatod. Nyilván vannak. Tehát ennek azért, igen, nyilván vannak, de... Akiknek ez a fontos. De amikor mész haza a kis buszban, és akkor így egymásra néztek, hogy hú, hát ez most tényleg érdemes volt neki indulni. Ilyen is volt, meg olyan is volt, amikor elmész mondjuk egy ilyen pro bono koncertet megcsinálni, és rengeteg ember van, és mindenki mosolyog, és lapogatják a hátadat utána, na akkor meg azt mondod, hogy megérte. Mm.
És most, hogy már nincs a zenekar, vagy legalábbis nem vagytok aktívak, te zenélsz? Hát kérek szépen, már párhuzamosan elindult egy projektem még a tesómmal, Danival. Az is van már tíz éve. Akkor úgy gondoltuk, hogy valami kis könnyedebbet is csinálunk, mert nagyon szeretjük nem csak a rockzenét, hanem ezeket a régi muzsikák, retro zenéket is. Elsősorban az ilyen 50-es, 60-as évek zeneivel kezdtünk el foglalkozni, Sinatrákat, Dean Martinokat kezdtünk el énekelni, de hát ugye ezt... Tesod milyen hangszere játszik? Ő alapvetően trombitás, de ez a projektünk, ami Lucky Gentleman néven fut, ez egy két énekes produkció. Nagyon szerettem volna összehozni hozzá egy jó kis zenekar, csak ez megint költséghatékonyság szempontjából ugye nem mindig könnyű. Tehát mind a ketten énekeltek ebben. Igen, igen. De te tudsz basszusgitározni is. Tudok, de nem teheted meg, hogyha egy ilyen produkciót a színpadra állítasz, mondjuk ez jobbára, tehát mondjuk ilyen városi rendezvényeken van az ilyesminek helye, vagy akár születésnapokon, céges bulikon, akkor nem teheted meg énekesként, frontemberként, szórakoztató entertainerként, hogy neked a nyakadba lógjon egy 7 kilós basszusgitár, és a mikrofon állvány elé legyél szögezve. Neked ott föl alá kell járni, a nem közönséget szóval a hangszerre koncentrálni, hanem a közönséget hát kell. Tehát akkor igazság szerint egy zenei alapra adjátok elő ezeket a dalokat. Igen, volt már, hogy volt szerencsénk élő zenekarral is együttműködni, de alapvetően igen. Ez szerintem nem problémás, vagy nem szégyelni való, vagy nem gáz. Abszolút nem. Nagyon sokan csinálják. A közönségnek pedig az a lényeg, amellett, hogy én az élőzene elkötelezett híve vagyok, de itt vannak korlátok. Tehát ha olyan muzsikát próbálsz megvalósítani, mondjuk egy szál szintetizátorral, ami tele van fúvósokkal, meg nem tudom milyen klassz hangszereléssel, az nem fog menni, és az nem fog jól szólni. Na hát mely csak nem biztos, hogy jól szól. Hát igen. Hát az nem fog úgy menni, mint ahogy te szeretnéd. Magyarul továbbra sem énekelsz? De képzeld el, igen. Ebben vannak magyar dalok. Igen, is. És ezek mind feldolgozások, vagy itt is vannak saját dalok is azért? Ezek általában mind feldolgozások, de mivel azt észrevettük, most már kicsit okosabban, meg ugye ez nem egy réteg muzsika. És itt az volt az érzésem mindig, hogy a magyar nyelvű dalokat a közönség ugye nagyon jól veszi. Különösen, hogyha nem egy ilyen speciális környezetben vagy, mint egy rockklub. Igen. Ahova azért jön a közönség, mert téged akar hallani, a te zenekarod saját számait akarja hallani, itt csak jól akarnak szórakozni. Tehát elő lehet venni a Solymos Tónitól valamit, vagy lehet külföldi dalokra magyar szöveget írni, ennek a testvérem Dani nagymestere zseniális szövegeket ír, mit tudom, Ellen Jackson dalaira, country nótákat is énekelünk, és ezek így megvannak magyarítva. És működnek, és nyilván van, amit nem tud a közönség, hogy ez egy feldolgozás, mert esetleg maga a dal nem is annyira ismerős itthon, de ezzel a verzióval már szépen kenyére tudjuk őket kedni. Jurásik Balázsral beszélgetünk, igazából belecsaptunk abba, hogy te zenész vagy, és nem csak voltál, hanem az előbb elárultad, hogy mind a mai napig ezt előszeretettel alkalmazod, a tudásodat színpadon is. Viszont egy kicsit menjünk vissza az időben, ha ez neked belefér, hogy egyáltalán mikor és milyen körülmények között találkoztál te a zenével, amikor eldöntötted, hogy én zenész leszek. A kettő nem esik egybe. Mert amikor először találkoztam a zenével, akkor a anyukám döntött el, hogy ez... Jó, de nyilván vannak sokan leszek. Így, hogy hallgatnak a szüleik zenét, de hát nyilván találkoztál egyszer egy olyan zenével, ami alapján te azt gondoltad, hogy ezt nekem is csinálnom kell. Ez egy nehéz kérdés. Ugye mi alapvetően, én egy sváb faluból származom, Csolnokról, ez Esztergom mellett van nem sokkal, és... Hát ott nagy hagyománya van a fúvós zenének, nem csak a sváb zenélésnek, hanem a kicsit magasabb szintű fúvós zenélésnek is, és mi ott a testvéremmel együtt, meg szinte az összes barátommal együtt ott muzsikáltunk a helyi fúvós zenekarban sok-sok évig. Aztán utána jött be a rock, amikor már az ember elkezd tinédzseresedni. És de akkor mivel találkoztál, hogy bejött a rock? Nekem, csak azért kérdezem, mert nekem megvan. A AC/DC-nek az első 78-as koncertlemeze, If You Want Blood, You Got It. Ez volt az első, mire azt mondtam, hogy
Atya úristen, ilyen van, hát ezt én is szeretném csinálni. Hát várjál csak, hogyha nagyon, nagyon oda akarom kötni, de akkor már én célirányosan, tehát ilyen 12-13 évesen már célirányosan hallgattam rockzenét, de van egy momentum, amit tudok, akkor éppen a rokonainknál voltunk így nyaralni Németországban, kiküldtek minket egy kéthetes misszióra, úgymond, és 91-et írtunk, és akkor jelent meg két meghatározó album, az Alice Coopertől a Hey Stupid, és a Judas Priesttől a Painkiller. És ott de olyan lemezboltban voltunk, hogy itthon nem láttál olyat. Hmm. Tehát, hogy minden megvolt, minden, ami létezik. És ezt a két lemezt... És minden frissen. Így van, és ezt a két lemezt kazettán sikerült megvenni, a mai napig megvannak ezek a példányok, és ezeket rongyosra hallgattuk, aztán onnantól kezdve, tehát így a baráti kör is elkezdett ezzel megfertőződni. Volt, akinek már az édesapja is ilyeneket hallgatott, voltak Thin Lizzy, Bakelitek, aztán így cserélgettük egymás között. Tehát ez egy folyamat volt, és mire elértem a középiskolás életkort, nem sokkal később, akkor már teljesen egyértelmű volt, hogy csak ez. Ha csak ezt hallgatod, na, de mikor mondtad, hogy oké, akkor most veszek egy hangszert? Ezt akkor mondtam, amikor a középiskolában összefutottam az osztálytársammal, Kovács Gáborral, aki aztán a Demon Lord gitárosa lett, és akkor ott kezdtünk el zenekart alapítani. Ő ma akkor már gitározott aktívan két éve talán, és nagyon tehetséges is volt, és elkezdtünk összejárni. Meg úgy danolgatni volt, hogy behozta a gitárt a suliba, és énekelgettünk, és mondta, hogy hát ez így jó lesz, gyere át, nézzük meg, írjunk egy-két dalt. Átmentem, aztán fölültem ott a 8-as, ne, 1-es buszra Győrben, és mondta, hogy menjek ki, hát nyilván akkor még nem volt mobiltelefon, menjen ki hozzájuk, a végállomásig ott szálljak le, és meg fogom találni, hogy melyik az ő házuk, mert az még nincs bevakolva. Na, én ki is mentem. Hány vakolatlan ház volt? Egy. Kopogok, jön egy pofa, mondom, Kovács Gábor keresem. Itt ilyen nem lakik. Hát de mondom, itt a végállomás, azt mondta, hogy ez lesz az a ház. Hát itt csak ez az egy ház nincsen bepucúva, de itt aztán nem lakik senki ilyen. Kiderült, a másik végállomás. De aztán másodjára már összejött. Na, ja, és... az, hogy oda találtál, mert ezek szerint összejött, mert meglett a zenekar. Igen, aztán meglett a zenekar, és akkor a Gábor mondta, hogy nem akarsz-e basszusgitározni? Csak kéne. És akkor elmentem ott a helyi hangszerboltba, a legolcsóbb basszusgitárt kinéztem magamnak, 4700 forint volt, egy Jolana Iris bass. Mindenki ezzel. Imádtam. A mai napig megvan az egyik barátomnál, azt hiszem fali díszként, de most már vissza kell, hogy kérjem rövideset. Nagyon sokáig játszottam azzal a hangszerrel, semmi gond nem volt vele. Kiváló csehszlovák hangszer volt, nem volt hamis, hát nem volt egy Fender, de a célnak megfelelt. De jó minőségű fából készült, normál hangszedőkkel, és tényleg használható volt, nem hangolódott el minden dal után. És akkor onnantól kezdve már elkezdte az ember magát rockzenésznek érezni. Jurásék Balázsral beszélgetünk, az, hogy te zenész lettél, azt most már elmesélted, azt is, hogy milyen sikereket értetek el a Demon Lorddal, illetőleg, hogy mind a mai napig még állsz a színpadon. Hogy lett belőled rádiós? Mert mondtad, említetted egy fél mondattal, hogy jártál egyetemre. Gondolom, nem rádiós egyetemre jártál. Nem. Mert ilyen nem nincs, tudom, hogy van, legalábbis akkor nem volt, de hogy most sincs, az jó, kommunikációs főiskola van, de... Hát meg média szakirányok, tehát sok mindent lehet most már tanulni. Én germanisztikát végeztem még az ELTE-n, aztán rájöttem, hogy én végül is nem akarok tanítani. Tehát ez mire a végére értem, kikristályosodott bennem, hogy ez nem hiszem, hogy az én utam lesz, és akkor elkezdtem mindenfelé keresgélni. Ugye volt ilyen vizsgatanítás, meg gyakorló tanítás, kellett járni egy középiskolába viszonylag huzamosabb ideig. Engem az nem kapott el akkor már, és aztán így lógtam a levegőben picit. Tehát nem tudtam, hogy mihez kezdjek, és jött egy ilyen lehetőség, hogy kerestek még a Kék Duna rádióban, ugye az már sajnos nincs, ez egy tatabányai központú, Esztergomból indult alapvetően a rádió, de aztán tatabányai központú lett, és akkor én oda elmentem úgymond felvételizni, és láttak bennem fantáziát, felvettek, és én nagyon-nagyon sokáig ott maradtam. De várjál, te egyáltalán miért kaptad fel a fejed egy ilyen hirdetésre? Mondta neked valaki, hogy szépen beszélsz, jó a hangod, tehát egyáltalán honnan jött maga az ötlet? Vagy szerettél rádiót hallgatni, volt kedvenc műsorod, műsorvezetőd?
Vagy csak a pénz, a fizetés ígérete. Ez a valami legyen. Aha. Akkor éppen csak a valami legyen volt. Uh-huh. Aztán utána, ha bekerülsz egy akármilyen tevékenységi körbe, akár egy szakmát elkezdesz tanulni, hát vagy megszereted, vagy nem, nyilván, uh-huh. de ha mondjuk most elkezdenél villanyszereléssel foglalkozni, lehet, hogy megtalálnád benne a szépséget. És én azt tanultam, és nem lettem villanyszerelő. Na, de nálam lenne egy kis meló még. Jobb, ha nem velem végezteted el. Drága lenne, és nem azért, mert én kérek sokat. Na, szóval neked nem ütött be a villanyszerelés. Nem, viszont a rádiózást én is megszerettem. Abban a pillanatban, hogy elkezdtem. Oké, de vannak olyanok, ami úgy elvisz, elkap, uh-huh. és ez nem feltétlenül kell, hogy egy ilyen jellegű munka legyen, mint a miénk, bármilyen munka. Én nagyon szeretek fizikai munkát is uh-huh. végezni, én tök szívesen dolgozom, tehát én szeretek betonozni például. Tehát viszont én hívlak téged, mert azt tervezem, hogy idén nyáron feltörjük a garást. Jó, benne vagyok. Vasalatot ne felejtsünk el beletenni. Jó. Szóval az a helyzet, hogy bármilyen tevékenységet is végzel, én a fizikai munkában, meg az ilyen produktív tevékenységekben azt szeretem, hogy van egy eredménye. Tehát az, hogy... Olyan, amilyen, ha jó eredménye van, akkor meg tudod nézni, és amikor a barátaidnak meg megmutogatod, uh-huh. hogy ezt nem a szakember csinált, ezt én. Tehát, hogy egy kis büszkeséggel kell, hogy uh-huh. eltöltsön. Ugyanaz, amikor valaki saját maga szereli az autóját. És büszke arra, lehet, hogy 25-ször annyi időt tölt el vele. Nyilván nem mindenki képes erre, de hál' Istennek vannak ilyen emberek, akik mindenben szakik, mindenhez értenek. Hát, ha nem is mindenben, de ez nálam nem korán jött. Tehát, hmm. hogy ez 20 éves korom. Korral jár. Pont nem érdekelt ez az egész. Lehet, hogy a korral jár, igen. De azért villanyszerelő szakembert mégiscsak hívnál ezek szerint, tehát hogy az... Majd jön. Ja, majd, amikor már elkezd érdekelni, akkor lesz nálatok áram. A bekötést azt ráhagyom. De hogy építettél egy házat saját kezüleg? Nem, de folyamatosan bütykörök. A folyamatosan bütykörésből lehet az is, hogy folyamatosan bontogatsz. Aztán nem, vagy... nem, ez progresszív bütykörés. Van a nagybátyám, aki Amerikában él már 1980 óta, apám meséli mindig, hogy gyerekkorában imádott bütykölni. És mindent szétszedett. Hát akkor még nagy dolog volt például egy kis zsebrádió, de ő szétszedte, hogy mitől működik, csak soha nem tudta összerakni. De ez annyira megmaradt, hogy amikor életében először vette egy bogárhátú Volkswagent, akkor, amikor még Magyarországon senkinek nem volt, akkor azt is az utolsó csavarig szétszette, hogy hogyan működik. Aztán szakembert hívott, hogy hogyan kéne összerakni. Lehet, hogy nem ez a legjobb ötlet. Nyilván nem ez a csapás irány, amit én szeretnék követni ebben. Tehát te azért tudsz építeni is, nem csak rombolni. Merem remélni. Jurásek Balázssal beszélgetünk, kicsit jobban ismerkedünk veled. A családodról még nem kérdeztelek, de tudom, hogy sok gyerek vesz körül. Egy. A múltkor valami beszélgetést kaptam el, amikor azt mondtad, hogy 4 gyerekkel kirándultál. Ezek szerint a gyerekednek a barátai voltak. Igen. És azt mondta, hogy jó, ez a gyerek, ez termékeny, ez a Balázs, 4 gyerek. De akkor ezek szerint csak egy van folyamatosan. Egy 8 éves fiam van, igen. Hogy hívják? Dávidnak hívják. Nagyon okos. És együtt élsz az anyukájával. Igen. Mert ma már ez sajnos, ezt meg kell kérdezni. Mert... Hát a kérdés alapvetően jogos is lehetne, de szerencsére igen. Helyes. Az, hogy 8 éves, azt gondolom, hogy most van abban a korban, amikor neked úgy terelgetned kell, hogy mi lesz majd, ha nagy lesz. Tehát, hogy mindent meg kell mutatni a nagyvilágból, hogy ki tudja választani azt, ami leginkább érdekli. Miben tehetséges? Látsz-e benne bármit? Hát... ilyen természettudományos érdeklődése van, tehát az esti lefekvésnél mostanában olyan könyveket olvasgatunk, ami az atomok világáról, meg a sejtfal, meg a vírusok osztódása, ilyeneket mesélgetek. Fiam, nem akarsz egy népmesét? Nem. És ez meg a matek. Tehát, hogy ez a két vonal most, ami Istennek nagyon megy. Nincs elveszve a világ, mert azt gondoltam, hogy a legtöbb gyereket ma már a mindenféle számítógéppel és PS4-gyel, Xbox-tal játszható játékok, különböző sportok érdeklik. És azt gondoltam, hogy el fog veszni a tudomány, de hál' Istennek nem, mert a kis Jurásek meg fogja menteni a világot. Ja, miután letette a játékot. Tehát, hogy... Ja, hogy azért azt ő is szereti. Gyerekből van. Persze. Aha. Hát mondják mindig, hogy ne vegyél meg a gyereknek mindent. Ez oké, de van, amit nem tagadhatsz meg tőle, amikor már minden kortársának megvan, minden osztálytársának megvan. Nagyon nehéz úgy nevelni egy gyereket, mint egy kis Mauglit. Mm.
Tehát nem csinálhatsz belőle ilyen hanyistókot, hogy a fiam majd megleszelte itt a zöld mezőben, és semmiféle technikai újdonság nem juthat el hozzád. Kell az is, tehát meg kell találni az arany középutat. Nem mondom, hogy ez könnyű, mert rábírnak csavarodni ezekre a kütyükre, különösebben ebben az életkorban, meg gondolom később is ez megmarad, de igyekszünk azért úgy csinálni, hogy ez ne legyen egy mánia, egy őrület. Az biztos, hogy, és ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy ezzel együtt, ami most van a gyerekeknek, sokan azt gondolják, hogy ezzel magukra zárják az ajtót, közben meg én hiszek benne, hogy ezzel kinyílik a világ, mert annyi mindent tudnak meg ezekből az okosabb eszközökből, mint mi a könyvekből. Nagyon sok könyvet kellett elolvasni ahhoz, hogy képet kapjunk, nekik meg elég egy eszköz arra, hogy mindenről képet kapjanak. Lehet, hogy közben a maga az írás-olvasás képessége egy kicsit csorbul, és idézőjelbe tettem a kicsit, de közben meg sokkal többet tudnak meg a világról ezekből az eszközökből. Én úgy látom, hogy van nekik elég idejük arra, hogy fejlesszék magukat. Tehát nagyon gyorsak ezek a kölykök ilyenkor, ebben a korban. Borzasztó gyorsan mindent magukba szívnak, megtanulnak. Internetes szótárazás. Tehát, hogy én így ülök, nézem a meccset, ő pedig valamit játszott éppen a gépen, és nem tudta, hogy az a szó mit jelent, amit kiírt neki a gép. Fogta magát, és akkor kikereste az angol szótárból, hogy végül is miről is van itten szó, és hogyan kell tovább menni a játékban. Feltalálják magukat állati gyorsan. Igen, és az a nagy szerencséjük, hogyha ez franciául, németül, portugálul, bárhogy van kiírva, akkor is ugyanazzal az eszközzel tudják megkeresni. Nekünk, hogyha volt egy ilyen problémánk, akkor és nem rendelkeztünk ilyen szótárral, akkor el kellett menni a könyvtárba, vagy a könyvesboltba, és meg kellett venni, tehát sokkal hosszabb ideig tartott kikeresni egy adott információt. Ez nem hátrány, ugye sokan mondják, hogy elveszett ennek a varázsa, hogy ülni a könyvtárban. Lehet, hogy elveszett a varázsa, meg már tényleg nem ülünk a könyvtárban túlságosan sokat. Akár, mit tudom én, meg kell írni egy dolgozatot, akkor nekünk be kellett ülni a könyvtárba, és akkor ott a ki nem kölcsönözhető könyveket kikérni, aztán a nap végén visszaadni a könyvtáros néninek. Ez nem fér már bele a mai életritmusba, szerintem. Jurásék Balázsról beszélgetünk, ami még nem kerül szóba, csak így érintőlegesen, az a sport. Én nem tudom, hogy te sportoltál-e valaha, és ha igen, akkor mit, illetőleg, hogy most jelen pillanatban jelen van-e a sport az életedben? Hát menjünk vissza, mindenki sportolt gyerekkorában. Mindenféle. Ha más nem, akkor a grundon fociztunk. Az volt az alap, tehát nekünk volt egy kiváló csapatunk, az UCC, az utcai csőcselék csapat Csolnokon, ezt a faterom adta ezt a nevet nekünk. Jó név. Ugye? És a Radnóti utcai srácokkal nagyon sok kölyök volt akkor az utcában, és ráadásul mind egy korosztály. Tehát valahogy úgy jött ki, hogy ott a szülőknek nem tudom mi volt ott 77, 78, 76 környékén. Nem volt még ennyi tévécsatorna, és jobban ráértek egymással foglalkozni. Igen, de hogy volt előtte is egy nagy luk, már hogy így nem voltak idősebb gyerekek, vagy kevés, és utána is. De mi egy ilyen csokorba összelettünk valahogy szedve, és aztán sok fiú volt, tehát egy-két lány volt, de nagyon sok fiú, és nekünk volt egy csapatunk, és mi folyamatosan együtt bandáztunk, és a bandázások 80%-a a fociban merült ki. Bajnokságokat rendeztünk, a mai napig megvannak ezek a füzetek, amiben felírtuk, hogy ágyúsok, bombázók, 4-2, és akkor mentek a tavaszi bajnokságok, nyári bajnokságok, őszi bajnokságok. Minden évben egyszer most is találkozunk, amikor összejön a banda, általában szeptemberben, és akkor visszük ezeket a füzeteket, és ezeken röhögünk meg a régi emlékek. De már nem fociztok, csak olvassátok a régi eredményeket. De az a terv, hogy most szeptemberben végre összejön egy mérkőzés is, mert volt egy rivális csapat is Csolnokon, az Új Világiak, az egy másik utca volt, és az erdő túloldalán laktak, hát az ő pályájukon mindig borzasztóan kikaptunk, a mi pályánkon általában szűken nyertünk, ők máshogy emlékeznek, de én azt mondom, hogy azért kaptunk ki mindig az ő pályájukon, mert nekik kézilabda méretű labdájuk volt, és az nekünk nem feküdt. Innen üzenem, hogy szeptemberben el lesztek verve. Igen, a kifogásokat megkeresni és megtalálni mindig a legkönnyebb. De versenyszerűen sportoltál? Aztán ugye, hát egy ideig pingpongoztam, borzasztó frusztráló volt, az is még általános iskolában próbálkoztam ezzel, és voltak nagyon tehetséges gyerekek a dorogon, például a versenyekre jártunk,
és ilyen, tudod, amikor 5 évvel fiatalabb gyerektől kapsz ki 21-4-re, akkor az úgy látod, hogy ez nem a te vonalad. Nem akarsz legközelebb is odállni az asztalhoz. Nem annyira. Legszívesebben megkerülnéd az asztalt, és na fiam. De és aztán, amikor elkerültem középiskolába Győrbe, és ott volt kosárlabda, és én akkor már ugye bejött az Eurosport, vagy nem is tudom mi volt akkor, Sky Channel. Sky Sport volt. És lehetett nézni az NBA-t, meg talán a Zatáncon is lehetett nézni, és akkor ez így nagyon megfogott, és akkor elmentem kosárlabdázni, és az ottani a Krúdi Gyula iskolának a kosárlabda csapatában tevékenyen részt vettem, ott voltak városi bajnokságok, mindenkit megvertünk, egyedül Pannonhalmát nem. Nem tudom, hogy ott mi volt a vízben, vagy miért ilyeneket vettek oda, hát csak feltanulni. Hát a jó Isten segítette őket. De hogy mindenki 2 méterre nőjön, ne őríts meg. Borzasztóan kikaptunk tőlük mindig. Aztán ezek után már csak ilyen sporadikusan maradt meg, ugye az egyetemen persze kispályás bajnokságok mentek, de aztán én ezt úgy versenyszerűen már nem erőltettem. És most, ha mozogni van kedved, mit csinálsz? Van egy kedved? Bringa. Aha, van, meg úgy melózni. Tehát, hogy sokszor... Betonozni. Azt igen. Is, igen. Nagyon jó. Tehát, hogy így ez jót tesz alapvetően, hát bizonyos mértékig. Ha az ember sokat dolgozik és sokat tevékenykedik, akkor nem feltétlenül gondolom, hogy minden nap a konditeremben van kedve izzadni. Nekem erre nem is lenne most időm. Biztos, ha nagyon akarnék szakítani rá, elmehetnék a konditerembe, de ez engem sosem vonzott, ez a része. Elkaptam egy mondatot, mielőtt még nekiálltunk volna beszélgetni itt a Presszó rádió konyhájában ültünk. Mondtad, hogy tegnap elásztál, amikor a vonattól hazafele sétáltál. Egyrészt, hogy hol laksz, hogy vonattal jársz, másrészt, hogy ezek szerint nem vezetsz autót, vagy könnyebb neked tömegközlekedni? Hát vezetek autót, most is azzal jöttem, de én Nagy Tétényben lakom most, és onnan bejönni a városba, ha valami dolgom van, ki lehet próbálni, sok szerencsét hozzá hétköznap, meg hazamenni. Meg aztán visszafele menni, még inkább. Szóval én viszonylag közel lakom a vasútállomáshoz, és hogyha a városban van dolgom itt bent Budapesten, akkor inkább felpattanok a vonatra, és akkor begurulok, 20 perc alatt bent vagyok a déli pályaudvaron, ezt autóval nem tudom megtenni, közben meg tudok olvasgatni, meg zenét hallgatni, tehát ennyi. Mondjuk a zenehallgatás a kocsiban is megvan. Hát meg, csak de ott ne olvasgass. 4 éve beragadt a kocsimba egy Status Quo CD, és más nem tudnék. Hát az uncsi. Juránsék Balázssal beszélgetünk, megint csak egy elkapott mondat, nem tudom mennyire szoktad te a Presszót hallgatni, de én az ilyen elkapott mondatokból élek. Ezt érzem. Szintén még a konyhai beszélgetésünkre utalok vissza. Szóba került, hogy ki milyen nyelven beszél, ki milyen nyelven nem beszél. A nem beszél vonatkozott rám, ki milyen nyelven beszél, az rád vonatkozott. Mondtad az angolt és a németet, és hogy az érdeklődési körödről sokat elárul, hogy mondtad, hogy most megint elkezdtél németül olvasni, de olyan katonai szakkifejezések vannak a könyvben, hogy egy kicsit lelassított. Hogy mi az Istent tudsz te olvasni németül, amiben katonai szakkifejezések vannak, hogy téged mi érdekel? Engem nagyon sok minden, ez teljesen véletlen, hogy ebben a könyvben ilyenek vannak. Egy ugye skandináv krimi szerzőként tartjuk számon ezt a Jussi Adler Olsen nevű jó embert, és a tesóm rendelt egy ilyen könyvcsomagot Németországból, és 2 ugyanolyan könyv volt benne, az egyiket most nekem adta, hogy álljak neki. Ez most nem egy krimi véletlenül, hanem egy második világháborús történet, és ugye ott azért viszonylag sok ilyen kifejezés felbukkan. Meg kellett most egy picit küzdenem vele, mert régen nem olvastam már idegen nyelven, és most úgy döntöttem, hogy hajrá, nekiállunk újból, és hát egy 20 oldal kellett, mire ráállt a szemem meg az agyam. Azért olvasod ezt, mert érdekel a második világháború története, vagy azért, mert végre valamit el tudsz olvasni németül? Tehát a német nyelv miatt, vagy a történet miatt? Is, meg egy kicsit ez olyan, tudod, hogy ha kihagysz valamiből egy jó időt, nem foglalkozol vele, és rájössz, hogy hoppá, hát ez kezd esetleg elfelejtődni, vagy vannak olyan apró kis morzsák, ami nem ugrik be, vagy előbb ugrik be egy másik nyelven, mint mondjuk azon a nyelven, amin papíron például jobban tudsz. Hiszen most minden az angol körül forog. Angolul kommunikálunk egymással, hogyha nem magyar emberekkel beszélgetünk. Igen. Még a németek is angolul kommunikálnak, sokszor egymás között is, tehát láttam én már ilyet is.
Tehát, hogy ez elvileg meg kéne, hogy maradjon. Uh-huh. Tehát ezt fenn kell tartani, ezt gondozni kell, ugyanúgy, mint hogy a sportról is beszélgettünk, ha valaki kicsit formában akar maradni, akkor nem elég, ha egyszer kigyúrad magad 18 éves korodban, aztán az majd nem úgy marad. Úgy. Nem, láttuk, tudjuk. Hallottuk. Most hogy behazudhatnám, hogy én milyen, hogy ki voltam gyúrva, csak nem maradtam úgy. Ja, szóval ezeket a képességeket, készségeket, megszerzett tudásokat, ezeket bizony időről időre ápolgatni illik, hogy ne felejtődjön el. Ha csak azt vesszük, hogy az Amerikába szakadt magyarokat szokták mindig, ugye a régi Amerikába szakadt magyarokat szokták mindig, hogy hát ez már magyarul is elfelejtett, mert hogy... Ha nem beszélsz magyarul több éven keresztül, akkor az nem automatizmusként nem tudsz újrakezdeni semmit. Meg hogy akcentusod ez például. Igen. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok... Hát már a gondolkodásod is megváltozik. Igen, ez az, amit elvileg meg kéne, hogy előzzél ezekkel a dolgokkal. Lehet, hogy csak egy könyvet olvasol el, vagy hogyha teljesen más tevékenységi köröket végzel, de kiválóan makraméztál, teszem azt 20 évvel ezelőtt, de rájössz, hogy milyen jó is volt az, talán fel kéne frissíteni, hát nem fog úgy járni az ujjad. Az biztos. Az érdeklődési körödre még egy kérdés, és aztán lassan lejár a műsoridő, hogy nézel-e filmeket, és ha igen, akkor milyeneket? Mert szerintem az is megmutatja egy emberről, hogy egyáltalán mi az, amivel szívesen foglalkozik. Hát, ha én azt most megmondom, akkor nem biztos, hogy... Na mindegy. Plusz 18-as filmeket nézel szívesen? Hát, ezek 20-asok is vannak, de... Én nagyon szeretem a horrorfilmeket. Én ennek a mániákusa vagyok. Egészen kölyök korom óta követem, itt van a fejemben a horror enciklopédia. Ez az egyik ilyen fura hobbim, vagy nem tudom, minek nevezzem. És én ezt követem, hogy mi történik a filmvilága. Mindenféle filmet szeretek, mostanában ezeket a számítógéppel rajzolt filmeket én már nem nézem. Egyszerűen nem tudok azonosulni azzal, hogy tudom, hogy ez nem igazi. Az a helikopter, az nincs ott. Tehát ha most megnézel egy 80-as, 70-es években készült filmet, ott ilyen lehetőségek nem voltak, az a helikopter ott volt, azt valaki vezette, azt a kaszkadőri mutatványt valaki megcsinálta. Nyilván, igazából. De akkor is például az amerikai filmekben, vagy maradjunk csak a Bud Spencer filmekben, tehát olyan filmtrükkök voltak, amik most már utólag látszanak, hogy tényleg nem volt ott. Tehát nem emelkedett a Terence Hill, a hatalmas nagy nufi. Hát nem erről beszélek most, de hát hogy legalább kimentek egy kalandfilmet, kimentek leforgatni a vadonba, és ott voltak mondjuk igazi állatok. De a 80-as években sem öltek meg senkit egy horrorfilm kedvéért. Nem erről van szó, Csabi. Hát én nem ezt várom el egy filmtől, hogy mondjuk, ha a gyilkos letartóztatják, az valóban a gyilkos legyen. És valóban üljön. Igen, és aztán utána nyomon követhessük. Jó, értelek. De például, ha már itt tartunk, egy horrorfilmet, tehát hol lehet találkozni a horrorfilmmel? Mert azt gondolom, hogy ezeknél a különböző ilyen tévécsatornáknál, vagy mozicsatornáknál még 18 plusszal sem lehet feltétlenül utalérni a horrorfilmeket. Hát, vagy ki vannak vagdosba belőle a kényesebb jelenetek. Ez visszavezethető a VHS korszakra, mi a tesómmal óriási videósok voltunk, minden más hobbink mellett, és gyűjtöttük a filmeket, nem csak az ilyeneket, de hát a Bud Spencert is, meg az Indiana Jones, meg mindent, ami szembe jött, és voltak azok a kópiák, amiben szoktuk mondani, csak vendégségbe jártak a színek. Igen. És, mert már 71-szer volt átmásolva, és romlott a minősége. És hangalámmondással... Ezzel a nem tudom milyen szín nélküli hanggal végigmondták. Az még csak hagyján, de volt egy pofa, aki csinált ilyen narrációkat, hangalámondásokat. Ő alapvetően egy angolul tudó ember volt, és néhány évvel ezelőtt kezünkbe került egy kópia a Ninja Hatalma című klasszikusból. Ugye nem tudom, láttad, de az volt a lényege, hogy lelövik a ninját az elején, és a hatalma átszáll egy arra kiránduló nőbe, aki éppen ott a karjai között hal meg. Nem láttam. És akkor mondja a ninja, hogy hozzá, japánul elkezd beszélni. A pofa gátlástalanul lefordította. Itt ez a kard, vedd el, a hatalmam ezáltal átszáll beléd. Simán. Aztán utána azt mondja, német kópia volt, de ő angolos volt, azt is lefordította. Tehát, hogy teljesen inkoherens történet jött ki belőle. Azt mondta, igen. Azt mondja, fölül a pofa az asztal szélére, gyanúsítottként kihallgatja a rendőr a nőt,
kezébe egy pohár kávé, azt mondja neki németül, soha nem látta ezt a férfit még korábban? Nő, nem, életemben nem láttam még. Fordítás. Nem inna egy kávét? Miért innék itt egy rossz kávét? De egyébként remek sportriporter lenne, mert a sportriporterek általában azt mondják, amit látnak. Na de el is kanyarodtunk onnan, ahonnan kiindultunk. Szóval innen jó lehetett így egy horrorfilmet végignézni. Hát ott nem nagyon kell a szövegre figyelni. Vannak persze intelligensebb filmek jaj, is ne ebből. Ülj meg, jaj, folyik a vérem, jaj. Na nem volt, ez itt megértem, kapott el a varázsa. Igen, igen. Na jó, hát és akkor itt le is járt az időnk. Legyen ez a búcsú, hogy ezzel menjenek aztán aludni a hallgatók. Hát jó éjszakát. Jurásek Balázs ezt szereti nézni a tévében. Amikor éppen nincs a rádióban, akkor ilyen horrorfilmeket néz. Jurásek Balázs, köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást. Ciao. További kellemes rádiózást mindenkinek. Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, ahol minden idők legnagyobb retrós slágerei szólnak.